Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy Dezső vagyok. Most egy unboxing videót szeretnék nektek elkészíteni, méghozzá egy Milestone modellt fogok kicsomagolni. Bizony egy modellt, ugyanis a csatornámban eddig csak a Fresh láthattátok, de azt szerintem aki gyűjtő, azt jól tudhatja, hogy nem ez a milestone az igazi arca, hanem igazából a nagyon szép igényes modellek, egy 18-as és egy 24-es méretarányban. És éppen a Müllerben jártam, és én úgy döntöttem, hogy beszerzek egy ilyen Modellt, és ahogy keresgéltem, én úgy döntöttem, hogy a nagyon nagy kedvencemből a Chevrolet 50 ból fogok modellt venni, igazából ez volt az egyedüli autó, és az a legdurább, hogy már többször jártam így a Müllerben az utóbbi hónapokban, autóvásárlási célból, és ez az autó ott volt hónapokon át, és igazából nem akarta megvenni senki, hát majd meglátjuk, hogy igazából van-e ok erre, vagy nincs. Tovább ott találtam veli modelleket, azok némileg drágábbak voltak. Ez az autó olyan 6790 volt. Meglátjuk, hogy megérje a pénzét. És akkor igazából nézzük meg, hogy milyen a milestone az igazi arca. De nekem ugye a milestone ez egy új arca. De a lényeg az, hogy ez a Milestone igazi arca. Úgyhogy a lényeg, ami lényeg, hogy kezdjünk is bele, és én azt olvastam, hogy a maga a Maisto az egy évtizedek óta létező cég, ugye, és a modellek annyira szépek, hogy a burragóval is fel tudják venni a versenyt. Nézzük is meg! Na itt is látható maga az autó a csomagolásban. Hát ugye láthatjátok, hogy épp hogy elfér a képbe a, az autó a csomagolással együtt, és hát most teljesen nullásra levettem a zoomot, aminél hát az a baj, hogyha egyes alá leviszem a telefonomon a zoomot, akkor nem fog fókuszálni, úgyhogy szerintem én azt fogom tenni, hogy miután kivettem az autót, vágok egyet is visszaállítom alaphelyzetbe a kamera zoomját, hogy fókuszáljon, mert hogyha nincsen fókusz, hát akkor kb. olyan ganyi minőséget fog produkálni, hogy mint az SE 4000-es, ami hát én azt nem szeretném. Na hát, akkor tényünk a lényegre, ugye így néz ki a csomagolásban, ugye ez a Special Edition nevezetű kiadás, és ugye itt látható, hogy ez egy 1,25 es méretarányú modell, Chevrolet 3100-as pick 1950-ből, itt ugye látható maga a logó, de ond belül is látható, tehát maga a doboz az egészen tetszetős, így tekintsük még át magát a csomagolást. Hát itt ugye látható ez a kis plakett, ami ugye annyit takar, hogy megvásárolták a General Motors-tól a jogokat. Hát sajnálom, hogy ilyen elmosott szarakép, de nem tudok mit kezdeni. Itt ugye maga az importőr, vagy importer, látható, hogy a Müller az egy német multicég. Itt ugye láthatóak a márkák, amiket, amiktől felvásárolták a jogokat itt elő ugye a megnevezés, is, hátul pedig láthatjuk, hogy még milyen kategóriák közül választhatunk. Ugye van a Premier Edition 1.18-as méretarányból, Special Edition 1.18-as méretarányból is van, illetve van az Assembly Line 1.24-esben. Ez már inkább a maket kategória, amikor neked kell összeszerelni az adott autót. Itt is ugye feltüntetik a sorozatnevet, itt hátul is igazából. Hát igazából így nagyon röviden át, tudtam, át, tudtuk tekinteni az autónak a csomagolását, úgyhogy szedjük is ki. Slitzer ehhez nem kell, hogy kicsomagoljuk, mert elég, hogyha egy kicsikét megnyomjuk a doboz alját, kivesszük ezt a kis fület is, akkor szedjük is ki az autót. Na, így szépen ki van hajtva jó, már fogom az autónak az orrát. Jó, a dobozt akkor azt most szépen elteszem innen, mert nem fog kelleni. És akkor a lényeg az, hogy akkor szépen az alvázról lesz leszedjük ezt a kettő csavart. Közben az érdemes fogni, nem akarom így a modellt így ö, hazavágni. Már hogyha sikerül ezt megmozdítani, eléggé ferdén van az a csavar, hogy az autó alvázán. Na, nézzük, hogy akkor ezt hogy tudom levenni. Mekkora csavar ez már te. Aha, ami uh, kicsi. Jó, felítke, nem? Jó, jó, oké. Okay. Hú, hát ez. Um, komolyabb küzdelem a videót elkészíteni, még megvenni az autót hogy így beleférjen a kamerában, megmutatni a csomagolást, szemben nézni a kijelző minőségével, és hát akkor most kin is van az autó, és akkor most akkor vágok egyet. Hát basszus gyerekek, még így is épp, hogy elfér az autó a kamerába, úgyhogy visszaállítottam alaphelyzetbe. Na mindegy, hát ugye itt látható maga a modell, és ugye az ilyen nagy modelleknél ugye az bevett szokás, hogy így rögzítik az, ajtó, az ajtókat, mi, mi azt ugye most szépen leszedjük. Oké, okay, hol kéne elvágni, hogy ne sértse meg a kocsi alvezet. Hát Már mondjuk itt valahol. Ez nem van, illetve még egy rögzítési pontot is el kell távolítani. Ezt a kis gumit. Ezt meg leszedjük róla szépen és akkor kész is van, az autót megszabadítottuk ettől a csomagolástól. Hát ugye így néz ki ez az autó, és akkor beszélni is nektek a történetéről, ahogy ezt megszokhatjátok. Már párszor beszéltem nektek a Chevrolet 50 Design történetéről, de ugye azért ezt én minden videóban meg fogom tenni. Nos, a Chevrolet 50 Design az egy amerikai tergépkocsi család, ami 1947 és 1955 között volt gyártásban. Ez volt a General Motorsnak az első új jármű típusa a második világháború után. Az 1941-ben megjelent alkás sorozatot váltotta le, és ahhoz képest ez az autó erősebb, modernebb meg azért letisztultabb formával rendelkezett, és sok más újítást tartalmazott, ami lehet, hogy ma már megmosolygunk, de azért 40-es évek végéről beszélünk. Mint például mind a kettő oldalra kapott kis törlőket, az alkánál csak egy oldalt volt, Továbbá rendes szellőzőt is kapott, mert az alkánál ki kellett billenteni a, a szélvédőt, illetve azért szépen beleintegrálták az autó a sárvédőbe, azért az elődnél szépen így aki ilyen kis kakastaré szerű volt, pláne ugye az index is azt a kinézetet kölcsönözte a gépjárműnek, illetve még ugye hárman kényelmesen elférhettek is, ha jól tudom állítható volt az üléspad. Aztán ahogy így gyártották ezt az autót, többfajta kivitelt is megjelenítettek, ugye volt ez, tehát ugye a pickup kivitel, aztán volt maga a dobozos furgon kivitel, volt kisbusz, illetve volt két tonnás teherautók, amik közepes deherbírásúnak minősültek, illetve még léteztek és változatok, amik hát nem éppen úgy néz ki, mint egy mai értelemben vett buldog teherautó, hanem ugye ez a gép, tete ugyanúgy meg volt, csak rövidebb volt és magasabb, tehát ilyen kis turcsi orrú volt igazából az a kis teherautó. És ez volt az Egyesült Államok egyik legkeresettebb pickup típusa. A konkurens modellek voltak a a Ford F sorozat, illetve a Dolce B sorozat, meg a Studebakerből az E sorozat, és remekül helytált ez a gépjármű. És akkor beszélnék is arról, hogy az évek során miket változtattak, mert ha kívülről nem is látszódik, de azért jó pár dolgot megváltoztattak. 1947-ben, amikor megjelent, ugye nem voltak pillangó ablakok, háromsebességes váltót kapott, de kérhető volt még ugye a négysebességes verzió is, feles sorhatos benzinmotorral futott, dízel nem volt. Ha jól tudom, az ilyen 84 lóerő teljesített körülbelül, a 80 valahányról tudok. ugye hárman kényelmesen elfértek, illetve a legesleg fontosabb eltérés az, hogy a az üzemanyag töltőnyílás az itt helyezkedett el a platón, itt a jobb oldalt. Tovább extraként lehetett kérni öt ablakos kivitel, tehát a sarokba is helyeztek el ilyen kis ablakokat. Hát nagyon nehéz így tartani az autót, hogy lássatok valamit, de, Puh, tényleg ez így nagyon kényelmetlen. Tehát a, úgy a, ez a tripod meg ez a telefon, ez nem éppen az ilyen nagy modellek mutogatására vannak kombinálva, és gondoljunk bele, hogy egy 18-asat vettem volna, ez lenne. Nos, a másik nagyon nagy változtatás, hogy itt nem a 3100-as fél elnevezést kapták az autók, hanem vagy Triftmaster, vagy Loadmaster elnevezést kaptak. 1949-ben szüntették ezt meg, illetve átkerült ide a tankbetöltőnyílás, aztán később ide is átkerült, és az 50-es évek közepén, vagy a gyártás közepén átkerült a padlóra a váltó, ha jól látom, itt még nem, ez egy 1950-es változat egyébként, aminek annyi változtatása történt, hogy teleszkópos lengés is csillapított kapott, amivel azért elviselhető volt az utazás, és a szellőző Gesztenye barna gombját lecserélték egy egyszerűbb kis fém kapcsolóra, itt a vezető oldalon van, volt elhelyezve. 51-ben megjelentek a pillangó ablakok, hát ugye szerencsére itt nem helyezték el, ez teljesen helytálló, ez nagyon nagy dicséret a mindstone És e, aztán színra fújt műszerfalat is kapott, tehát nem krómozott volt, hanem olyan színű volt, mint maga a karosszéria. És e, hát még igazából sok mindent megváltoztattak. 52-ben már e, igazából e, szokványosabb kilincset kapott. Itt e, ezeknél a változatok úgy nézett ki, hogy megmarkoltat a kilincset, és így lehúztat, is. mint a rendes lakásban lévő ajtókat úgy nyitottad ki. 52-ben már azért szokványosabb gombos e, e, változatot kaptak. Aztán 1954-ben történt meg az igazi nagy változtatás, amikor is megjelent az új változat. Egyrészt ugye ezt az egyszerű hűtőrácsot lecserélték, ugye ez a vízszintes rácsokból álló részt, és elhelyeztek ide egy némileg kerekebb, talán hasonlított a némileg a Ford gépkocsikra, mint például a 49-es változatra, és így keresztben volt négy, keresztben helyezkedett el kettő léc, és itt ugye, ugyanúgy középen itt kiállt, ezt előszeretettel hívták Bikaornak, Éve cv kapott, az osztott cv megszüntették, megkapta a négysebességes hidromatik automata váltót, megjelent két új motor a motorpaletten, ugye ahogy mondottam, csak egy, egy darab há sorhatos háromfeles motor állt rendelkezésre, de már piacra adottak egy 3.9-es, meg egy 4.2-es szintén sorhatos motort, illetve új kormánykereket kapott, meg a műszerfal is megújult, mint például a kürt gomba, az már teljesen kerek lett, itt, hogy ezzel látjátok, hogy felül van egy kis bemélyedés, és végül 1955-ben szüntették meg ennek az autónak a gyártását, és leváltott a, a modernebb Chevrolet Task Force nevezetű gépkocsi, illetve eb e szeretnék beszélni még egy modell változatról, aztán belekezdünk ennek az autónak a megtekintésébe, tehát így alaposabban, létezett egy Canopy Express nevezett változat, ami annyit akart, hogy volt egy dobozos furgon, azt hiszem ez az oldala volt ponyvával lefedve, és voltak ilyen kis, volt egy ilyen kis kirokadó része, ahol a zöldségeket tudták kirakni a termelők, és igazából a városi, városi, piacra jártak ezzel az autó, és ott tudták eladni így a terményeket. Tehát tényleg erre lett kialakítva az a típus. Így az 50-es években ez a konstrukció minden gyártónál ez meg is szűnt, azt hiszem ennél fejeződött de utoljára 55-ben, mert ugye a városok egyre inkább nagyobbak lettek, megjelentek a kisboltok, és inkább oda vitték el a terményeket, és hát ez feleslegesítette ezeknek az autóknak a gyártását. Hát igazából ennyit tudtam nektek erről az autóról elmondani, és akkor nézzük meg, nagy ez szenvedősen, de annyira szenvedős, hogy beszarok, hogy látjátok, hogy nem tudom egyszerűen teljesen belerakni az autót a képernyőbe. Szóval akkor kezdjük az autónak a megtekintését. Ahogy mondottam, hogy ez egy 6790 forintos autó a Müllerbe, és akkor nézzük meg, hogy ennyi pénzért milyen autót sikerült nekem megszerezni. Hát a maguk a fényszorok szerintem gyönyörűek. Ahogy maga a hűtőrács is, <coughs> annak ellenére, hogy igazából ez a piros hűtőrács ez számomra eléggé furcsa, de nem mondhatom azt, hogy ez hiba, mert a valóságban is készültek színrafújt hűtőmaszkal, ilyen gépkocsik, nem csak a krómozottal, az már más kérdés, hogy én a krómozottnak vagyok a híve. Hát ahogy látom, a motorháztetőt ezt nem tudjuk kinyitni, hát sajnálom, pedig a Vellinél ki lehet, mondjuk ez jóval olcsóbb, tehát valószínűleg egyes dolgokról le is kell mondanunk. Itt ugye látható a nagyon szép emléma, szóval kifejezetten jól sikerült az autónak az eleje, és még az indexeket is milyen szépen kidolgozták, csak nézzétek meg milyen szép lett. Maga a lökhárító is rendben van, kifejezetten jó, ahogy a kerekek is, tehát ugye ezek ilyen nagyon szép dísztárcsás kerekek, Chevrolet emblémával, vagy hát felirattal, a Chevrolet embléma csak az 54-es verzión jelent meg. Nagyon szép a gumia, meg nagyon jó a fogása, meg amúgy unblock az egész modellnek. Ez a típus jelölés is szépen megtalálható rajta, ugye ez a 3100-as, ugye ez a fél tonna terbírású verzió. A 3006-os volt a 3 tonnás, és a 3008-as volt a az egy tonnás teherbírású ö, verzió. Hát a kilincset sajnos nem festették ki, azért ez meglepő, hogy ezt nem festették ki. Ez ugye az a húzók a féle ö, kidolgozás. Ahogy látom, ez az ötablakos verzió, ugye ez az, az extrás a verzió. Veléből is van nekem egy 53-as járgányom, ugyanilyen pirosban, csak ugye az, a, az egy háromablakos kivitel. Hátsó kerekek is jól néznek ki, ahogy a küszöbök is teljesen rendben vannak. Hú, ez a képészkedés engem megőrít, hogy így kell tartanom az autót. A féklámpákat nem dolgozták ki. Hmm. De legalább egy ilyen kis rendszám táblát kapunk, ha bár ez eléggé fiktív, mert államot nem jelen várunk, de Miss. Gondolom ez Missouri állam lehet. Nem tudom, de szerintem ez Missouri állambeli rendszám lehet, majd ezt segítsetek majd nekem megállapítani a platóhajtot, hát ugye láthatjátok, hogy leszettem róla a gumit, le lehet nyitni. Ez az amúgy tök király, szerintem teljesen jó megoldás, nagyon is életű, úgyhogy akkor ezzel is minden rendben van, ahogy a dombor nyomos Chevrolet is, és legalább vannak féklámpák. Ugye a jobb oldalt is egészen jól néz ki az autó, ugye itt helyezkedik a tong betöltő nyílás, ahogy kell, ugye ebben az évjáratban még itt helyezkedett, azt hiszem 50, 51 vagy, ö, 51 vagy 52 körül került ide a vezető oldalra, de azt tudom, hogy valamikor később még ide került át. Ö, először ugye itt helyezkedett el, és ö, olyan 49 végén rakták át ide, és ugye az ajtókat ki lehet nyitni, Szerencsére nagyon szépen nyílnak ki maguk az ajtók. A Wellinen talán egy picit szebbek, de szerintem itt totálisan rendben van. Hát itt azért be is kapcsolnám itt a vakot, hogy egyáltalán belelássunk normálisan az autó belterébe. Maga a kormánykerék az szerintem kifejezetten jól néz ki. És még az órát is kidolgozták, basszus, de nem az, hogy matricázták, hanem így dolgozták ki. Hát beszarok gyerekek, komolyan mondom, bocs, hogy ennyit káromkodok, csak hát ez mégis milyen döbbenetes már. Mondjuk lehet, hogy matricázással jobb lett volna, de könyörgök, kidolgozták, és a műanyagból nyerték ki. Az mennyi munkát belőltek, is, még a Chevrolet felirat is megtartó a kormányon. Hát, öregem, azért ez nem semmi. Itt találhatók meg a pedálok. Aha, ez egy kormányváltós, mert nem a padlón váltom, padlón látom magát a váltót. Én nem kapcsolnám ki a fakut Istenem, ez rohadt nehéz így ezt az autót így bemutatni. Ezt is talán egy is keresztelhetjük a videó címét, az, hogy Dezső idegeskedik. Na mindegy, nem fogom felidegesíteni magam a kocsi miatt. A másik órát is kidolgozták, meg a kormányváltó is szép, az ülések is, mert az ülések, hát maga az üléspad az rendben van, ahogy a maga műszerfalpult is, így a, az ajtók rendben van. Az a baj, hogy nem valósághoz így hű szint alkalmaztak a beltérnél, hanem feketét, de ez a vellinél is így, úgyhogy igazából ezen nem is kéne igazából fennakadni. A gumikat kicsikét meg kell igazítanom, de nagyon szép lesz így is. Az alvázat megnézzük, én azt gondolom, hogy egészen rendben van. Mondjuk meglep, hogy a motor alsó részét nem dolgozták ki, meg ugye ezen meg, meglepődtem, de cserébe kapunk szép kardántengeit, meg ugye a laprugók is egészen jónak mondhatók, ahogy a kipufogó, és milyen érdekes így ennek az Szerintem ez faminta akar lenni, mert ugye fodeszkák vannak így ugye a platóban. Hát ez nem semmi ez az autó. Én azt mondom, hogy én örülök, hogy ezt az autót megvettem. Az első kerekeket nem lehet kormányozni, erről is le kell, majd, le kell mondanunk. Ahogy a nyitható géptérő, és egyébként az vicc, hogy át tudok így látni a hűtőráncson keresztül, tehát itt át tudok itt látni, az agyamat eldomom simán át tudok látni, elég érdekes. Itt ugye fel van tüntetve az autónak a típusa, meg ugye ez egy 1.25-ös méretarányú modell, licensz alapján készült, készült Kínában, és ugye ez egy Maisto modell, és hát ugye Maisto.com-ot promotálják így, Hát igazából lényegében be is tudtam nektek mutatni, így eléggé dióhéjban magát a, Modellt. hát higgyétek -e, ez milyen nagy volt. Jaj, és hát még ez a tükör is milyen jól néz ki. Szerintem ez egy kifejezetten jó modell. Hát nézzük meg még az autónak a, esetleg a gurulását. Habár ugye nyilván az ember nem ezért vesz e, ilyen autót, hogy gurítgassa, de én azt gondolom, hogy elfogadható teljes mértékben. Ezt a gumit nagyon sokszor kell igazítani, ha bár igazából nem lesz zavaró, mert nem gurila, vettem ezt a modellt. Hát ez is megpróbálom az autót úgy elhelyezni, hogy lássatok is belőle valamit. Nos hát, nekem mi a véleményem így erről a Milestone Special Edition 125-ös méretarányú modellről? Hát ugye ez eléggé újdonság hatásaként ért engem, mert ugye ilyen modellen még nem volt, csak ugye a mai naptól rendelkezek már egy ilyennel. Én azt kell, hogy mondjam, hogy érezhető az, hogy a veliné az olcsóbb. Emiatt van az, hogy talán nem olyan szinten dolgozták ki, mint magát a Value, tehát nincsenek kormányozható kerekek, meg ennél az autónál nem lehet kinyitni a motorteret, de azért látom a többi autót is, mint például az 55-es Buick Century rendőrautót, szerintem az lesz a következő, hogyha arra vetemetek, hogy beszerzek még egy ilyen modellt, annál látom, hogy ki lehet nyitni, mert ugye le, le volt ragasztva a motorháztető, meg pár másik autónád, ennél hagyták ki, de hogy miért, én azt nem tudom. Hát kormánykereket nem lehet irányítani, tehát azt nem lehet elfordítani, teljesen fix így az első tengely. Uh, szóval érezhető az, hogy... Uh, inkább olcsóbb ez az autó, mint a Velli, de én azt gondolom, hogy az árát egészen jól megérte. Tehát az autó eleje az szerintem gyönyörű, szerintem kifejezetten jól sikerült. Az, au az autónak a belteré is egyszerűen gyönyörű. Tehát főleg a Chevrolet feliratos kormánykerék, meg a belső órák kidolgozása az nekem nagyon-nagyon tetszett. Hihetetlen, hogy nem matricázás helyett inkább így próbálták meg kidolgozni. Tehát azért ez eléggé extrém, és engem nagyon is meglepeti. Nem gondoltam, hogy, volna, hogy ennyire meg fog lepődni. Nagyon szép maga a rendszer Gondolom ez Missouri állambeli, ahogy gondoltam. Ki lehet nyitni a platóajtót, kifejezetten jó. A lökhárítók is szépek, ahogy a kerekek is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon élethű modell, és én talán nektek is merem ajánlani ennek a modellnek a megvásárlását. Mondom, a Müllerben lehet ezeket az autókat beszerezni, annak ellenére, hogy Covid van, még azért a lezárás nem vonatkozott a Müllerre, mert ugye szivatalosan egy drogéria. Én csak ajánlani tudom nektek ezt a modellt. Én, én nagyon is boldog vagyok, hogy ennek a modellnek a, Tulajdonosa lehetek is, hogy ezt az autót a kezemben tarthatom. Úgyhogy igazából nektek csak ajánlani tudom, és majd ettől függetlenül írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Nos, ahogy a videó végéhez értünk, így kicsit elgondolkodtam valamivel kapcsolatban. Én az a kapcsolatban, hogy nem értem azt, hogy ezt a modellt hónapokon át miért nem akarta megvenni senki. Mert ez az egy darab volt, akárhányszor voltam ott a Müllerben, és senki nem akarta megvenni. Én ezt egyáltalán nem értem, pedig ez egy egészen jó kis modell. Igazából én csak ajánlani tudom. Valószínű, hogy azért, mert sokan ezt drágálják, hogy egy ilyen kis autóért vagy inkább modellért kiadjanak ennyi pénzt illetve, hát ugye ez egy olyan autótípus, ami Magyarországon igazából abszolút ismeretlen, maximum általam lehet ismert, mert rengetegszer mutattam már be ezt az autótípust, meg szerintem fogom is. É, igazából én azt hittem azért, mert ez egy vaca kicsikét, féltem is attól, hogy egy nagyon rossz modellt vettem, de igazából nagyon kellemesen csalódtam, úgyhogy én örülök, hogy ezt az autót meg tudtam vásárolni. És igazából ezzel be is fejezzük a videót. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha tetszett ez a videó, akkor ezt kérlek a like gombbal, a feliratkozással, meg a többi videó megnézésével, meg az értesítés bekapcsolásával. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan lehet a videót diszlájkolni és megírni a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső voltam a legközelebbi videóban, remélem, hogy találkozunk. Jó sziasztok is, hát Elnézést kérek azért, hogy a képben nem fér bele maga a modell, de azért azt láthattátok, hogy azért mekkora a kezem, és hát azért nincsen nekem egy ilyen nagy kezem igazából, és mégis láthattátok, hogy ez egy el el eléggé nagy modell, de én nem számítottam volna arra, hogy nem fog beleférni, de azt ugye már többször is elmondtam, hogy miért van egyes zoomon a telefonom kamerája. Úgyhogy sziasztok, és további szép napot kívánok mindannyiótoknak!